Kedves Éva, miről fog szólni a képzés? Hát az egyik téma, amivel foglalkozni szeretnék, és remélem, hogy mindegyiknek nagyon fog ezt tetszeni, ez a nyelvhelyességi problémáknak a kezelése. Tehát főként a suksükölésre gondolok, a nákolásra, meg az ehhez hasonlókra, és úgy gondolom, hogy izgalmas lenne mögé nézni ezeknek a dolgoknak, hogy vajon van-e valamilyen rendszer ezek mögött. Hogyan tudjuk ezt az egész helyzetet kezelni, hiszen úgy gondolom, hogy Vajdaságon a legtöbb gyerek suksüköl. Mit tudunk csinálni, hogyan tudnánk ők megkülönböztetni azokat a szituációkat, amikor ezt megtehetik, illetve azokat, amikor nem. Ez lenne az egyik, de van még egy. Melyik? A másik az pedig a nyelvi kísérlet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ahogy biológiából kísérletezünk, és felboncolunk egy virágdarabot, vagy mondjuk egy növénydarabot, megnézzük, hogy milyen részei vannak azoknak, mik a funkciói, úgy gondolom, hogy ezt a nyelvvel is megtehetjük, és érdemes lenne olyan folyamatokat kitalálni például a szófajok tanítására, hogy végig gondolkodjanak és nyomozzanak a gyerekek, tehát felfedezzenek valamit, és erre szerintem sokkal jobban fognak emlékezni, úgy gondolom, hogy ez hasznos lenne. De szerintem itt még valami nagyon kimaradt, azt hiszem, és te mivel fogsz foglalkozni? Ez nagyon érdekes, mert pont a kísérletezés kapcsán szeretnék ehhez hozzászólni. Arra gondoltam, hogy nézzünk egy kicsit mögé, mire jó egy lufi, mire jó egy papírtányért tegyük fel, mire jó tulajdonképpen a mobiltelefon, jó az, vagy egyáltalán nem jó, mire tudjuk felhasználni. Van, aki az oktatásban nekünk azokon a könyveken és a leírt anyagokon kívül olyan lehetőségeink, amivel esetleg érdekesebbé tudnánk tenni a nyelvtan oktatását. Hát szerintem biztos, ez iszki lesz. Biztos, hogy önöknek is van.